Sziasztok! Sziasztok! Ugye itt hagytuk abba, hogy megtaláltuk, majdnem Arcadia-t mondtam. Az melyik filmben is volt? Volt egy ilyen, az egy létező... Tehát, az egy hajó, nem? Egy hajó volt? Na mindegy, mindegy. Legközelebb kikeressük, vagy keressétek ki és írjátok meg kommentben. De szerintem egy hajó volt. Igen, szóval Libertáliát megtaláltuk, és itt... Itt ilyenkor sosem tudom, hogy a mentés az hol ment ebbe a játékba, mert így itt van egy, akkor nem mentettem megint, mert ezt már lebeszéltük a múltkor, emlékszem. És igazából ugye, ahogy mondtam, ez a kedvenc részem kezdődik itt el gyakorlatilag. Igen, itt a belső építészetről már többször beszéltünk, hogy mennyire gyönyörűen oldották meg, de hát ezt majd mindannyian meglátjátok ti is. Igen, és akkor most ugye az a cél, azt az épületet szúrtuk ki. Oda kell eljutni valahogy, úgyhogy itt lehet menni. Itt nyilván, amikor először játszottam, akkor tényleg minden zegzugot megpróbáltam megnézni, hogy ne hagyjak ott sehol sem egy kollektibült vagy valamit. Igen, nagyon részletesen ki vannak dolgozva itt ezek a külső terek. Tehát rengeteg olyan hely van, amit igazából nem is kell megnézni, mert csak kollektiből sincs ott, de mégis olyan részletekig meg van csinálva. Igen. Egyébként, ha nagyon lehetősítjük, azért tudjuk, hogy az Uncharted-ban azért az utat általában meg szoktuk találni, tehát persze, hogy ez viszonylag, ha papírlapra kéne rajzolni, akkor eléggé csőjáték lenne. Nem, ha nem is csőjáték, de egyértelműen az út. Igen. Mindig. Úgyhogy igazából például ebbe az épületbe sem kell bejönni, de itt lesz egy leghangulatosabb opcionális beszélgetés az egész játékba. Igen? Ott már ott fel is ajánlott valamit. Ott van. Azaz, ja, igen, ezt megcsináltam. Ez nagyon jó. Igen. Na, miért nem engedi a gombot? Most. Mert hátulról nem tudsz ráülni. Jogos, persze. Egy külön kis videója is van ennek a beszélgetésnek, ugye a többinél csak maga a szöveg volt. Képzeld, azt az utasítást kaptuk, hogy átvezetőket ne beszéljünk. Most ez nem tudom, hogy átvezetőnek számít ez, mert végül is ez egy opcionális. De ez nem számít annak. Hát de mert ez egy választható beszélgetés. Igen. Akkor... Nem most jött a bödére a Drake. De, kicsit. Grug. Aki játszott a Monkey Island sorozattal, ami a kedvenc kalandjátékom a mai napig, azok a Grug szóra mindig felderülnek, mert ott rendkívül központi ellen volt a Grug. A kalózok itala volt, nem? Igen. Ami abban a játékban olyan erős volt, hogy kiégett az ember hasfalát. Én csak a legkeményebb kalózok bírták. Gyakorlatilag ez is volt a próbatétel benne, hogy az kalóz, aki tud drogot ilyen, tehát gyakorlatilag itt kimerült a történet. De az ilyen rumszerű ital, nem? Hát, a fene se tudja. Hogy a tengerészek abban az időben ilyen rumfejadagjuk is volt. Igen. És majdnem azt mondtam, hogy én tudom, mi az összetevője, de az a Man Kellenből van, úgyhogy nem biztos, hogy az igazságot tartalmaz. Szóval az angol tengerészeknek nagyon sokáig volt tényleg rumfejadagja, mert az valamit megelőzött a tengeren, valamilyen betegséget, és ezért azt kapták minden napra, vagy hétre, vagy hogy megvolt, vagy mennyi, amit meg kellett. Lázadást megelőzte. Hát nem csak azt, nem, valamilyen betegséget. Most Nathan-t azt mondta, hogy neked adok valamit. I give you that. Igen. De nem mondott neki semmit, szóval ez valószínűleg valami ilyen poén. Igen, lehet, hogy ez majd valamikor egy DLC-be felfedezzük, hogy mi ez a belső poén közöttük. Igen. Ó, szegény lovacska. Igen, hát ő már azért viszonylag régen meghalt, úgyhogy annyira nem sajnálom. Én így is sajnálom. Azt mondjuk nem tudom egyébként, annak érdemes lenne utána gondolni, ugye nem értek hozzá biológiailag, hogy mennyi ideig maradnak meg így a mindenféle ugye vegyi anyag kezelés nélkül, tehát mumifikálás nélkül mennyi ideig maradnak meg a csontok, hány évszázadig vagy nem majd elforladnak. Na, szerintem viszonylag sokáig.
Bár tényleg nem értek hozzá. Valamit nem kóser, azt mondta egyébként. Ezt ritkán látom így leírva. Hát mert ugye egy rabbi nem áldotta meg. Ja, igen, igen. Vagy valahogy így van, akkor nem kóser. Van egy kóser pizzéria. Igen? És 0-24-es, és én szoktam onnan rendelni. És egyszer átjött a Dudu. És ő nagyon nem akart volna rendelni, és akkor én meg javasoltam, hogy ugyan már, hát tök jó, meg én már sok szerettem, meg én mondtam is neki, hogy ja, mert ő mondta, hogy még nem evett kóser kaját, hogy ilyen visszatetszése volt, de mondom, hogy hát az, mondom, buta vagy, mert az pont elvileg még jobb, hiszen az még inkább azt jelenti, hogy megfelel valaminek, tehát hogy az nem rosszabb, ugye, nyilván. Hát elvileg nem, nincs is nagy különbség a kóser meg a rendes ételek között, csak tényleg ez, hogy olyan, tehát hogy mondjuk nincs benne disznóhús, azt hiszem. Igen, igen, az biztos. És az nincs benne, és hogy elvileg meg van áldva. Tehát, hogy jóvá van hagyva a rabbi által. Van még valami más is, valami a véreztetéssel kapcsolatban, hogy igen? Nem lehet, igen, tehát hogyha a marha, vagy a nem tudom mi, amivel készül az, mert ugye van az, hogy ugye vannak ezek a mindenféle ilyen hentes módszerek, vagy ilyen vágóid módszerek, hogy ugye kivéreztetés, vagy mit tudom én, akkor más íze lesz ugye húsnak, ugye vannak ilyen dolgok, és azt hiszem ott is van valami megkötés, hogy mi nem lehet. Na mindegy, de nem is az a lényeg, hanem hogy halálra ajánlottam a Dudónak, hogy milyen jó lesz, és hát természetesen az történt, hogy neki utána ilyen őrület hasmenése lett. Én meg nekem esküszöm, hogy soha életemben nem volt semmi bajom. Jó, kitoltál vele. Igen. Úgyhogy valószínűleg... De az meg valószínűleg nem a kóserség persze, miatt volt, hanem csak valami volt benne olyan. Persze, ez van véletlen egybeesésű pont. Jobbra. Right. Igen, tehát itt eddig Collectible-t nem nagyon jaj, láttunk, de ezek az opcionális beszélgetések azok, amik ezt a területet így feldobják. Igen, van is még egy. Itt van a legtöbb. Igen, mondjuk van is miről. Igen, mert hát ugye ők is most fedezik fel ezt a területet, és ők se tudják, hogy mi történt, hanem nézik, hogy itt van egy kiépített komplett kis falucska, és hogy vajon miért hagyták itt, mert ugye a csontvázakból egyértelmű, hogy itt hagyták a lovakat is, és egyszerűen elmenekültek, vagy elmentek innen. Igen, igen, szóval volt olyan veszedelem, az biztos. Captain Avery. I was wondering when you turn up. És csak itt van Avery, nem? Igen, már kíváncsi vagyok, ez hanyadik Avery szobor. Legalábban igen. Harmadik szobor, meg volt egy festmény is. De itt most bele fog, igen, szem bele fog feküdni. Hey Nathan, check it out. Csak alulról így áthúzza rajta a kezét. Ja, ez talán túl bizalmas pillanat, még testvérek között is. De ők rég látták egymást. Meg amúgy is csak szórakoznak. Hát de a vízbe tudod, hogy fiú lányal és csak nem is testvérek. Hopp, ott volt valami. Igen. Ja, ez egy valami. Lakat. Egy gyönyörű, ilyen megkovácsolt lakat. T. Károly. Tudom, egy kis börtön. Tehát milyen érdekes, hogy maguk a kalózok is építettek egy börtönt. Pont, igen, pont erről beszélgetnek, hogy milyen hipokrata, hogy törvények nélküli várost akartak építeni maguknak a kalózok, és pont, hogy és akkor lett egy ilyen, de hát ugye... Lehet, hogy aki tisztességes volt, az becsukták. Igen, igen, túl tisztességes, nem jó. Mint hogy van, ahol tudod, muszáj alpudni, mert különben megsértődnek. Az árusok. Itt muszáj lopni, vagy tisztességtelennek lenni, vagy különben bezárnak. Igen. Ne is mondd, én már sem voltam egy pár ilyen helyen, és én nem bírom elviselni. Az utcán sem szeretem, amikor tudod, így megállítanak ilyen szórólaposok, meg minden, és akkor gondoltad, hogy én arab országban, amikor elmész tényleg a boltba, akkor mit kell kiállni. Tehát az egy ilyen, én egyszerűen nem bírom elviselni. Szerintem azt a Brian életében mutatták be a legjobban. Igen, igen. Az nagyon szép az a jelenet. Ezek azok a belső terek, amikre már mondtad többször is, hogy nagyon tetszenek, vagy még ezek nem teljesen azok? Ezek is gyönyörűek, de még nem erre gondoltam. Hanem amikor már tudod, ilyen, már egy kicsit ilyen díszes a szobák lesznek. Na most hittem, nem tudom merre kell menni.
Szerintem ide nem, nem erre. Vagy alatta valahogy. Ja, alatta, igen. Mm-hmm. Ez az, igen. Nem mozgott. Tehát az, az úgy kicsit feltűnő volt, hogy ráugrottál, mozgott, mert akkor csak van valami szerepe ennek. És ugye erről is megy a beszélgetés itt, hogy ez olyan kiknek lehetett itt ez a búvó helyen, mert látjuk ezt a jelet, ugye? Ami a szobron is volt. Még össze volt grafitizve, össze volt fújkálva. Úgyhogy itt valószínűleg valakik lázadtak a rendszer ellen. Ja, igen, és itt van még ez a térkép, ezt is megnézzük. Igen, meg a Trouble in Paradise. A reklám körzetnek a térképe. Igen. És egy fantasztikusan mélyen szántó terv ez a... Igen. Körülbelül a... Vannak az utak, ott bemegyünk. Igen, ez kell mint a magyar foci kapitányoknak az ilyen fotball tervei. Te, Tibikém, akkor te jobbról. Hát csak nálunk ez működik. Hát igen, a mezőkövesnél igen. Ja, nem úgy értettem, hanem vállalkozom. Ja, most nem akartam Pintilatot megbántani elnézést, ha nézi a videót. Nem akartam megbántani egyébként. Ti megalapoztad ezt a mostani magyar csapatot. Egyébként meggyőződésem, bár erről a témáról hosszan tudnék beszélgetni, hogy annak volt valami oka. Tehát én láttam azt a Palit nyilatkozni erről, ugye, meg most nyertek tényleg a mezőkövesd, de azért ott véletlen szembe, hogy most nyerték az NB2-t. És akkor kérdezték erről a őt, akkor ő elsírta magát erről a válogatott dolgokról, tudod. Uh-huh. És hogy mondta, hogy vele, hogy méltatlanul bántak, és hogy nem kellett volna vele így bánni, mert hogy ő akármit is tett, az ő szerette ezt az egész, tehát hogy ő jót akart meg. Uh-huh. Hogy nekem meggyőződésem az, hogy én azt gondolom, hogy az ember is hibás, aki azt gondolta akkor, hogy ő egy alkalmas ember, és ezért nem akar megbántani, de tudni kell, hogy ki mihez ért. Tehát lehet, hogy ő egy mezőkövesthez kitűnő. Jaj. Mert hogy... Ez mi volt? Tehát lehet, hogy ő kitűnő hozzá, mert oda pont az a fajta mentalitás kell, vagy meg úgy kell hozzá dolgozni, ami hogy ő érti a közeget, meg stb. Mm-hmm. Ugyanakkor meg nemzetközi szinten, amit akkor kellett csinálni, vagy kellett volna, arra meg nem, és egyszerűen ezt be kell látni, és azt, és ez ugyanolyan hibás szerintem, aki azt gondolta, hát, aki őt kinevezte. Igen, és ő olyan, mint hogyha valami bűnbakot akartak volna találni, vagy nem tudom, tehát nagyon fura az az időszak. Uh-huh. De most ebben nem menjünk bele, mert nyilván nem az Uncharted az tartozik. De majdnem. De majdnem. Mert láttunk egy stratégiát, ami majdnem egy futball stratégiára hasonlított. Igen, igen, igen. Na és most egy elég küzdelmes rész jön. Mit tett fel az a szegény hordó? Többször elmondtam már ugye, hogy Hardon minden mennyivel nehezebb volt. Ez a rész speciál, igen, ez is elég idegesítő volt Hardon. Igen. Hardon minden nehezebb, és régen minden jobb volt. Ez a két nagy igazság van az életben. Igen. Nem jelölgeted be őket, vagy nem de tudod? De éppen azt akarom csak. Aztán egy ólomgolyóval a fejbe jelölgeted be. Nem, csak már megint abban az 5 percben vagyunk még, amikor még nem tudom a kezelést. Ja. És elfejtettem, hogy kell bejelölni, mert ugye pár napja elmehetettem az Uncharted-dal is. Vigyázz, mert téged néz. Na azt ott kinyírom, azt be se jelölöm. Most nem lát senki. Azt látod, hogy végigfogta a fegyvert? Furán ugrott Nathan, hogy végigfogta a fegyvert, még azzal együtt kapaszkodott meg a párkány, és utána meg egyszer csak a hátára került. Aha. Ez egy gyönyörű kép. Ez hogy nem veszi észre? Igen, hát erről beszéltünk, igen, hogy ha meg észrevenné, akkor viszont ugye meg ugye itt anyáznánk, hogy hát nem tudunk játszani. Igen. De akkor is vicces persze minden egyes szintet. De ez most tényleg egyik legkitűnőbb példa volt. Erre már csak az átfutások a jobbak tényleg amúgy... Igen. Ugye tényleg már a Last of Us-nál is ez volt, hogy ott Elliot rangált a klikkerek között, és nem nagyon foglalkoztak vele. Hát mondjuk azt, hogy neki kisebb a súlya, meg minden ugye, és akkor ezért őt nem hallották meg. Tényleg, mondjuk ebben van logika. Hát nem sok, de... Jaj! Jó. Vigyázz, mit jobbra is valaki majdnem észrevett. Igen. Én őt akarom itt most lesemmisíteni. Uh-huh.
Az jó, mert ha lerántod, akkor az csak kiszúr, de nem, nem lesz narancssárga vagy piros. Igen, na, az pont de most nem is fog. Igen. Csá. Még fel is tudnád venni a gránátját, hogyha nem lenne tele. Viszont nem tudom, ezt végig akarom így csinálni. Hát még hányan vannak? A bejelölteken ki, van hát két bejelölt. Ott van fönn egy ember, az nincs belőve. Meg még lent is van egy, aki nincs bejelölve. Jó, azt a lentit megpróbálom még intézni, az biztos. Mondjuk. Ott van. Igen. Ott jobbra nincs még valaki? De, nincs. De van, 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 igen. Szerintem ott menj be a bokorba. A pont ott, ahol jön. Aha. Jó, azt akarom egyébként, csak eddig erre nézett is. Na most. Jó, ezt elintézem, az biztos, ha visszajött. Egyébként kikérem magamnak, hogy rosszul célzok. 40%-os összem úgy most a statisztika szerint. Az nem rossz. A valóságban aki nem fogadná el, most őszintén nem, hogy lőfegyvere harcolsz. És az azt jelenti, hogy nem mindegyik, majd minden második lövedék talál. Ja. Hát a valóságban inkább az számít, hogy téged ne találjanak el. Igen, ez igaz. De téged eltalált lövedékek száma legyen 0%. Én azt hallottam, hogy oda lent tök jó. Á, fenébe. Van stílusos, tehát van lerugom, tudod? De, ó, most vett észre. Tényleg? Aha. Be pirosult. Nem vettem észre, amikor... Na, engedjetek. Hát ezt nem mondom, hogy nem találtam el, ezt láttad? Mhm. Uh-huh. Az fura volt. Az meg miért ugrott? Na jó, ezt most tényleg nem találtam, ebbe ismerem. Hoppá, hoppá, gránáton alattad. Vagy volt valahol. Azt hittem, hogy alattad van. Mondjuk az jól nézett ki, hogy pont mellé lőttél. Igen. És ő meg így arrébb húzta magát. Igen. Ott egy fejes. Ú, az de jól. Menj már! Hogy megérezte? Ezt nem hiszem el. De utána megvolt. Hát talán, mindegy. Hát narancssárga lett, csak azért mondom, és ugye az a halálnál narancssárgul be a célkereszt. Ja nem, az biztos, hogy megvolt, csak hogy nem volt fejes, szerintem. Ja nem volt, mert akkor meg 8 kis izé... kis pálcika jön ki, nem pedig 4. Jaj, ne! Ajaj. A fene... De ezt megverheted, azt tudod. Az te? Azt te dobáltad neki? Igen, igen. Ez nagyon jó taktika volt. Mindent földobtam. Hello, Sam. Megdobáltad gránátokkal. Igen. Hol van? Shotgun nem, mondjuk nem a legjobb ötlet. Ja, azt hittem, hogy ez ilyen gránátvető valami. Na, átveszem a falt. Halló? Felmágia. Tornázol? Ezt nem hiszem el. Ó, itt egy jó stukkó. Ó, egy pisztóle. Na, mindjárt. Elpisztóle. Na, az egy fejes volt. Ott... De nem halt meg. Nem, lőd meg. Még fönt van egy, ott. Meg oda is visszajött. Tehát elvileg még ketten biztosan vannak, de szerintem többen nem is nagyon. Az is meghalt. Jó, az nem árt neked. De. Ú, aznak kicsit nagy a hordása. Vagy szórása. De milyen jó benne volt pont. Ja. Na majd most. Az ő lehet? Vagy az, nem, az ő. Egy valaki van ott csak. Az igen. Pont belehajolt, szép volt. Na. Még ott is volt egy gránát. Cs.
Sőt, még itt is van egy. Akkor jó, akkor megint tele vagyunk gránátokkal, ha jó, megdobálhatjuk őket. Egyébként én nagyon keveset használtam gránátot, valahogy sose jutott eszembe, pedig ez egy jó taktika volt. Ó, vagy Bartók. Úúúú. Kedvencem, kedvenc fegyverem az egész játékban szerintem. Elhúzzuk a nótájukat. Igen. Érted? Zenés utalás. Persze. Láttam most egy ilyen paródiát a Nengigen, hogy mint egy ilyen kamu híradó, de mint egy valóság lenne, hogy most pedig híreink következők, nem tudom. És akkor egy család kihívta az orvost, és lányára eutanziát kérve, hogy agyhalott. Ugye? Tudod, mert ilyen izé. De hogy az abban merül ki, hogy egész nap a mobilt nyomkodja, tudod. Ja. És akkor itt tudod, ilyen fura meg ott csinálva, mint hogy sírtak, hogy így hát így, jaj, ott egy mazur. Á, helyes. Az egy jó búvó helyszemnek. Láttad, hol van? Ott nem lehet észrevenni. Na, a főtte ki meg elbújt. Ja, nem, hogy elejében van. Szép. Hol van? Ja, ott. Ott. Még valahol van valaki. Mögötted. Ezt nem hiszem, el! Nem baj, dobáld meg! Há? Reméltem, hogy lelöki. Ez szép volt. Azt hittem, hogy meghalok. Ja, lehet azt hiszi, hogy halott vagy most. Hát vedd elő a Bartókot. Mindjárt, de most melyik távol vagyok, hogy ezzel lelőjöm? Hol van? Ott van. Ú, de szíven lőtted, csak jobb oldalt. Na, nincs még valaki, hogy az utolsó mazult belelőjön? Nincs. Akkor visszaváltok, hogy más fegyver, mert csak egy történelem van, az nem éri meg. Ennél is shotgun volt, ennél a nagy páncélos. Ja, azért, igen, azért nem is akarom azt elvinni. Most itt nem tudom erre kell menni. Erre kellett szerintem, csak még körben nem, és akkor ott át tudtál volna ugrani fönt. Azt mondod? Ja, mert mintha erre jutottunk volna föl. Igen. Jó, ezt elviszem ezt a fegyvert. Mazult most itt hagyjuk. Ott lehet felmenni. Mármint itt átugrom. Igen, és jobbra. Igen. De Shotgarról mindig eszembe jut, ismered a Sebastian Maniscalco nevű amerikai stand-upost? Nem. Hát az ember az... Tehát... Így elképesztő, hogy így előadja, hogyha ilyen dél-amerikai országba jár, akkor ott milyen a reptéri szekuritatot, és akkor így full military shotguns, és így tényleg ilyen, ott úgy érzed, hogy így le akarnak, nem tudod, mindig ilyen katonák mászkálnak, tudod. És hogy mondja, hogy Amerikában, mert hogy ő olasz származású, de egyébként amerikai, és így mondja, hogy de hát, hogy ahhoz képest Amerikában meg milyen izés, hogy ezek az arcok kellene megvédjenek minket, vagy tudod? És akkor hogy jön egy ilyen nyálas gyerek, és akkor így, excuse me! És akkor mondja, hogy vizsgálat, tudod? És akkor, kurva jó. Ott le tudsz ugrani, nem? Le, persze. Csak néztem, hogy nincs-e valaki. Egy jó mazúr elé. Leszkes hőrefi. Hopp, itt van valami. Hogy? Egy textúrát kérünk a kettes. Jól nézett ki. Matthew. Lehet a LAN-kábel megint disconnectelt, és ezért nem jelent meg. Igen, igen, mert ezeket a textúrákat ugye a szerverről. Igen. Tölti be. De hát ezt csak így tudták megoldani a Naughty Dognél, én azt olvastam, mert különben még többet foglalna a játék. Igen, meg maga a játéknak úgy van, hogy így a textúrákba tették bele az összes szabad memóriakapacitást, és akkor az ilyen kisebb textúrákat pedig a szerverről kell letölteni. Igen, 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 és hogyha valakinek pedig a műholdas netje van,
akkor egy ilyen helikopterről, ami köröz, onnan ugye azért, onnan ki tudják szúrni a műhold a tányér, tányér antennát, és akkor abból tudják, hogy hol kell sugározni a textúrát. De szerintem ez egy tök okos megoldás. Abszolút. Tehát ez egy csomó kapacitás, meg tárhelyet felszabadít. Igen, igen. Azért nem para, hogy most ez egy új játék, meg minden, ugye, most így, ugye, persze, hogy most minden működik, de például mi van akkor, hogyha mondjuk, nem tudom, tegyük fel, hogy jaj! Kicsit még Uncharted mércével nézve is meleg volt. Szóval, hogy itt viszont a katona, azt megvárom. Már észrevett. Ne várj rá túl sokat. Acsá, örülj neki, hogy észrevettél, paraszt. Tessék itt az ajándékot. Igen. Golyó a szemed közé. Szóval mi a probléma azzal, hogyha régebbi egy játék? Hát, hogy attól félek, hogy mondjuk a helikopteresek, tudod, akik most nyomják fent, hogy sugározzák a textúrát, hogy azok nem fognak, tehát érted, egy helikopter nem tartanak fenn örökké, nem? Vagy fel örökké. Tehát hát, lehet, hogy... De van egy tankoló repülő, tudod, ami felmegy és kerozint tölt bele, és talán az le tudsz szállni. Hát jó, de most, az adások azok az egekben vannak, tehát most megéri ezt megcsinálni, csak mi van mondjuk 5 év múlva akarok egy Uncharted 4-ezni, mert nosztalgiázni akarok, és akkor az a helikopter az ott lesz, tehát én nem vagyok biztos. Nem, hát ugye úgymond ilyen időlimitált exkluzívak ezek az ilyen collectible dolgok, tehát hogyha már nem lesz támogatva a játék, akkor ugye ezeket nem tudod letölteni és nem tudod elolvasni. És akkor maga csak a játék élmény miatt tudod végigvinni, ugye a sztorinak ezek az apró nüanszai nem lesznek benne. Igen, igen. Na hát én is ettől féltem. Szóval érdemes most ettem az Uncharted-dal, mert nem, ki tudja, hogy mi lesz. Igen. Vagy bármikor visszanézhetitek ezt, amíg a YouTube-nak helikopterei fent vannak, addig tudják sugározni ezt a videót, és akkor meg tudjátok nézni nálunk, hogy mik voltak ez ezek igaz, ez mondjuk leírásokban. Igaz. Ez mondjuk igaz, én nem is gondolom. Hú, a szárdon ez már egy halál. Na, nincsenek sokan. Nincsenek, azért is nem akarok most lódolni. Menj már! Jó. De nem vált fej! Na ez jó, hogy? Az vicces volt, ahogy mellénk jött és mellé lőtt. De hallod, nem vált az fegyvert. Így nyomtam a izét, tegyel. De hol a Bartókom? Hát most, na mindegy, fura volt. Hú, az a lengés, ez még talán furább volt. Igen. Na, most? Szép. Most nem, kivett észre? Ott az az ember, de nem is jelezte az előtt. Igen, azt mondtam én is, hogy én a jelölést nem láttam. Na jó, nem érdekel. Csak vigyázz, nehogy mellénk teremjen a megint az az varázsló. Ott van valaki. Nem? Ez! Most ott, szép. Ott van, látom. Ott van. Az mennyire király lett volna, hogy ugrik át, meglövöd, és ugye nem hal meg a lövéstől, de leesik. Igen. Mondjuk oké, hogy nem halt volna meg, mert az nem volt túl nagy szakadék, aztán még egy társ. De nem ismertem fel, hogy ez nem a szem az előtt. Gyere. Kicsillem az urmat. Hát. Nekem egyébként ez a Mettler a kedvenc fegyverem. Vigyázz, itt van jobbra valaki. Ja, hogy még egy csoda, hát persze. Jó, van, szem kinyírja. Na azért ez a Bartók töltény még, azt hittem leverik. Szem kinyírja, igen, mert itt van mellettem. Hát is látod valahol a állig felfegyverzettet? Igen, itt van. Ez másik. Hidd el, hogy ez másik. Elhiszem. Na majd Sam kinyírja. Nézd meg is. Jó, jövök. Tálcán kínálja fel nekünk. Na, ez meg pedig is ez vagyunk. Egy szép volt, odaírta. Igen. Pedig szép ember volt, csak mi leütöttük. Igen. Mondjuk kicsit zavar egyébként az, hogy nekem alapvetően nincs esélyen bajom ugye a homoszexualitással, de hogy zavar engem, hogy most minden játékba belekényszerítik. Tehát, ja, most, igen. Most az, hogy Samnek ennyire tetszenek, tehát hogy úgy érzem, hogy ez nem, hogy milyen karakteridegen ebből a Sam, most ebben az esetben, tehát
nem lenne probléma, ha lenne egy meleg karakter. Egy gyilkos tűzpárbajnál ilyeneket kijelenteni. Igen, igen. Na mindegy, hát most ez a divat, most ez elkezd. Szexistai bekategorizálni ezt a katonát, hogy, hogy jól nézett ki. Igaz, igaz, mert hogyha ő nem akar jól kinézni, hanem azt szeretné, hogy az eszéjel ismerjék. Igen, vagy a harci képességeiért. Úgyhogy igazából, hogy mi vagyunk a rossz fiúk, mármint Sam és Nathan. Igen. Van a csajtonók harcában az a picike, most nem tudom a nevét. Hát így meg... Jó, hát az nagyon alacsony csaj. Nem nézem, úgyhogy így nem tudom. Mindegy, de aki nézi, ezt tudja, és akkor ő kiderült, hogy nem a legfényesebb csillára, vagy nem a legfényesebb izzó csilláron, vagy a legélesebb kés, mert képzeld el, hogy azt nyilatkozta, most nem tudom, miért nem megy tovább. Mert felfelé kell. Értem. Ah, béna. Hogy ő azt nyilatkozta, hogy ő gyűlöli azt, amikor azt mondja neki egy férfi, hogy kiút. Mert hogy ő több annál. Tehát na most erre egy hozzászóló mondta meg zseniálisat, hogy ne aggódj, neked ezt nem fogok mondani, hogy kinézel. Ez zseniális, megfogta a csávó, de vagy ki tudja, lehet, hogy csávó volt, és aki mondta. De tényleg ezt, tehát, hogy már én elmerodjan méreteket volt ez a dolog. Tehát, hogy, mert hogy őt, és ezt úgy mondta, hogy ugye Amerikában szokták mondani, hogy csúnya szakra, mondjuk egy F-word, ugye az a fuck you, itt. Úristen. Á, jó, most ez... És ő erre azt mondta, hogy ez a C-word. Tehát, hogy ő már itt tartott, hogy ez már egy ilyen... Ja, hogy ez már káromkodás. Hát, hogy ez már, ő ki sem mondja, ez már SeaWorld. SeaWorld, a tengervilág. Tengervilág. Igen. Szóval azt gondolom, hogy ez egy ilyen olyan... Ja, itt már tudtam, mit kell felvenni, csak nem vett, ez olyan elmebeteg méreteket ölt tényleg most már ez. Tehát, hogy gondolj bele, hogy megismerkedsz valakivel, egy csajjal, és akkor egy adott pillanatban úgy érzed, hogy ez helyén való, azt akarnád mondani, hogy egyébként a tök helyes vagy, nem tudom, és akkor... Ez nem arra úgy, ez sértő. Hát még régebben volt, hallottam, volt egy ilyen vicces, hát egy ilyen érdekes gyűjtemény, hogy ilyen fura törvények Amerikában is elvileg. New York államban, hogyha az utcán egy nőnek azt mondod, hogy jól néz ki, vagy csinos, akkor az szexuális zaklatásnak minősül. Jó, hát én ezt mondom, hogy olyan mértékben, tehát hogy most gondolj bele, hogy amikor a fiúk elkezdenek férfiak lenni, és akkor ilyen tinik vagytok, vagy és akkor először van az, hogy lányokról beszélgettek, vagy minden, tudod. Uh-huh. És akkor mindenki emlékszik rá, hogy milyen is volt az, meg hát igaz, ez a mai napig ez egy, szerintem ez nem szexista dolog, hogy férfiak ott esetben megbeszélik egy nőről, hogy ő szép, vagy tetszik neki. Persze, hát ez biológiai dolog ez. Igen, igen, vagy az, hogy nyáron tudod az emberek, hát ez egy természetes dolog, ez nem sértés, hogy nyáron az ember szereti, ugye, hogy a előkerülnek a fűdőruhák, meg a mit tudom én, a miniszoknyák, hát most ez semmi probléma nincs, és akkor most ott tartunk, hogy ezt ki akarják írtani az emberekből, tehát hogy érted, hogy... Uh-huh. Hát én értem, persze. És ez nem normális. De szerencsére nem mindenki gondolkozik így. Persze, én is abban bízom, hogy a normális emberek megtartják. És a nők, és az ugye a legszimpatikusabb ebben, hogy ezt most így elmondtam, és akkor mondhatja valaki, hogy ezt csak én gondolom így, de nem én gondolom így, tehát rengeteg nő is így gondolja szerencsére. Persze, nekem a legtöbb női ismerősöm, akikkel jóban vagyok, azok mindenki így gondolja. Persze, mert hát nem akar mindenki egy ilyen elmebeteg megmondó ember lenni. Itt amúgy nem erre kell menni, de itt azt hiszem van egy kollektívből, ahogy emlékszem. Aha. Uh-huh. Milyen jól emlékeztél. Egy aranyos malacka. De hát az aranyos, az a cute. Jaj, tényleg, pedig ez a malac lehet, hogy... Kategorizáltad ezt a malacot? Igen, lehet, hogy okos. Hát, hogy nagyon jól ért valamihez, amit nem látszik a külsejéből. Igen. Ezek is milyen építmények itt? Igen, hát mondom, innentől fogva igazából egy ilyen, nem is tudom, tervezési műre meg ez a játék. Mindenféle helyeket. Na és itt már lassan elkezdődik az a rész, igen, amiről beszéltem, tehát... Uh-huh. Igen, ez már azért itt egy előkelőbb terület. Igen. Teket meg le lehet lögdösni. Igen, az összeset megpróbáltam. Én is, de az, hogy nem törnek. Azok valamelyet zavartak. Ha lelöksz egy ilyen gyönyörű antik vázát, és nem törik össze, nem pattog. Az Overwatch-nak van a orosz pályája, amikor egy könyvtárból indulsz, tudod. Uh-huh. És ott is vannak ilyen
vázák. Én tök magasan is vannak. De azokat szét lehet lőni. Igen, de nem is ez a lényeg, hanem meggyőződésem volt, hogy csak van egy rejtett achievement, vagy trofi, hogy, hogy biztos, hogy van egy olyan, hogy ugye fél perc alatt van indulásig, vagy mennyi, vagy egy perced. Igen, egy perced van. És hogyha egy percet összeset felborítod, akkor biztos kapsz valamit, és erre ráfeküdtem a múltkor, de nem. De nem. Pedig ez tök jó ilyen rejtett trofi lenne szerintem. Én a harangokra hittem azt, hogy ott lesz valami, a dorádóban. Igen, igen. Na jó, szerintem ne törjünk, zúzzunk, hanem menjünk tovább. Nem, hát ide föl kell jönni, nem ilyen. Lerököd az összes vázat. Juhú, elve beteg. Micsoda régészt. Igen. Hát van az a videó, az megvan, nem az a nagyon régi videó, de engéket többször előkerül, amikor valaki egy ilyen koponyát így, egy ilyen ecseterizét, és egy ilyen dir, egy ilyen szög, így, vagy valaki ilyen kalapáccsal így, az nincs semmi, véletlenül így szétveri. Az így. Az így. Meg az, amikor az a zenés csávóba megy, ilyen valami műanyag ilyen kis izével, hogy this is one of a kind, és így nagyon izgul, mert ugye vannak emberek a tévében, hogy teljesen így elájulnak, annyira izgulnak, és így mondja, hogy this is one of a kind, is valami, és így a kezden, és így elroppantja. Most nem viccből keringek, hanem hirtelen nem tudom. Hopp, hopp, ott nem lehetett elmenni? Nem, az csak egy fal. Ott van, na, ez viszonylag ezt, ezt a hazámas nagy lyukat a falban nem tudtuk kiszúrni. Igen. Mit szólsz az E3-hoz, a Sony konferenciához, ha már PlayStation exkluzív játék? Hát a, szerintem az zseniális volt. Tehát én, amikor láttam ezt az új Pókember játékot, én azt hittem, hogy ott menten elájulok. Én imádom a szuperhősöket, ezt te tudod, de hogy így mindenki tudja meg. Igen. És látva azt, hogy megolvasva róla a híreket, hogy önálló játék lesz, nem pedig filmhez készül, hogy, tehát, hogy sztori szempontból is szabadságot kapnak, hogy egy új stúdióhoz került ugye a játék, tehát annyi jó dolgot mondtak el róla, meg annyira bizakodó vagyok vele kapcsolatban, hogy nekem az, volt, az vitte a pálmát az E3-on, tehát a God of War is zseniális volt. Igen. Az mondjuk talán nem PlayStation exkluzív volt, a We Happy Few. Az nem volt exkluzív, igen. Az is olyan volt, hogy ledobtam az arcomat. Szeretem az ilyen kicsit elborult játékokat. Kicsit. És sokan azt mondják ugye, hogy az exkluzívok azok nem tesznek jót a játékiparnak, mert hogy az egy ilyen... Ugye, hogy az egy ilyen, nem tudom, tehát van, aki ilyen, ezt ilyen kicsit úgy fogja fel, hogy az egy szemétség valahol, hogy ugye le... De én hát meg azt valahol mondom, az, egy nagyon minimális szinten. Jó, de ugyanakkor meg nem lehet másképp kihozni ezeket a dolgokat. Tehát nem véletlen az, hogy az Uncharted, de amikor kijön például, az mindig az adott konzol generáción, ugye annak idején a korábbi részek, vagy a Last of Us például a PS3-on még, hogy nem véletlen, hogy azok olyan mértékű fantasztikumok, hogy ő, tehát olyan végletekig kihasználják mindig az adott generációnak a tuccait, hogy... Meg például a Nintendo-nál ritkábban hallom, hogy felhoznák az exkluzívokat, mert ugye hogy azok a saját játékaik, de ha így veszük a Sony-nak, a Naughty Dog az a saját fejlesztő stúdiója, önti bele a pénzt, teljes kreatív szabadságot ad nekik, meg rengeteg időt, és akkor utána ez cserébe mindig a jelenlegi generációnak a legjobb játék, amit a Naughty Dog kiad. És ugye, de ezt úgy lehet elérni, hogy van idejük, meg van pénzük, amit a Sony biztosít. Tehát ilyen szempontból meg érdekelő, akkor a Sony miért adná ki más konzolra, vagy PC-re. Igen. De nem csak, nem csak az van, például a Quantic Dream is csak, ugye csak PlayStation-re ad ki. Ugye ön a Detroit, az új játékuk. Jó, de hát ők is hány évente adnak ki? Tehát ők is azért elég 4-5. Sok idő, igen. Tehát ők is rengeteg időt meg pénzt kapnak szerintem, és mindezt, és ezt a Sony biztosítja nekik. Igen, hát a Beyond volt utolsó játékuk, ugye? És az a 2013-as E3-on volt, ugye, amikor a David Cage-el tudtunk találkozni. Ugye akkor volt az újdonság. Itt meg közben elértünk egy fejezet véghez. Igen, de szerintem még... Vagy ne. Ne. Nem biztos, hogy be tudnánk fejezni még egyet. Igen, szerintem legyünk következetesek. Jó, legyünk következetesek. Be itt, jó, Thief. És akkor... Itt az új Thief-nek a várják már, hogy megjelenjen az új rész. Igen. Hát itt még a legelsőt várták, ugye? Igen. Igen, tényleg igazadom. Kicsit többet kellett rá várniuk, de aztán csak megkapták. Jó, akkor sziasztok. Sziasztok.